A Semmelweis nap alkalmából a karcagi Kátai Gábor kórház vezetői, a kórház alapítványának kuratórium tagjai a déli temetőben megkoszorúzták Kátai Gábor síremlékét. Karcagon a Semmelweis nap a déli temetőben kezdődött Kátai Gábor síremlékének a megkoszorúzásával. Kátai Gábor 1831-ben született Karcagon, ahol 12 éves koráig járt iskolába. Ekkor apja maga mellé vette, de a kisparaszti gazdaságban nem vette hasznát, így beállította a hollai gyógyszertárba laborásnak. Többre vágyott azonban a tégelyek, lombikok tisztogatásánál. A gyógyító eszközök és a gyógyszerek készítése magasabb élethivatást adott a lelkébe, gyógyszerész lett. Éveken át volt gyógyszerész Karcagon, majd Budapesten beiratkozott az orvostudományi karra. Az 1857-ben megindult orvosi hetilap munkatársa lett, több mint 100 cikkel jelent meg benne. 1861-ben szerezte meg az orvosi diplomát, néhány nappal előbb szülővárosa megválasztotta a Nagykun kerület orvosává. Bejárta Németország akkor kórházairól híres városait, majd Londont és Párizst. Tanulmányozta az egyetemi képzést, továbbá az orvosi kar nagyszerű szemléltető eszközeit. Előadásokat hallgatott, érdekelte az orvostudomány, a természettudomány minden vívmánya. Mutatja ezt könyvtára is, melyet már gyógyszerész segéd korától kezdve gyűjtött, és a hagyatékában fennmaradt jegyzék 2362 kötetet sorol fel. Agitációs munkájának nagyszerű területe az orvosok és természetvizsgálók minden évben megrendezett vándorgyűlése Magyarország nagyvárosaiban. A nagymérvű halandóság miatt hangoztatta, az ország minden vidéke legyen ellátva orvossal. A kormány kövessen el mindent a nép sorsának javítása érdekében. A gazdaságokban gondoskodjanak a cselédség egészséges lakásairól, betegség esetén tegyék lehetővé az orvosi segélyt. Véleménye szerint a nép anyagi jólétének elismerése, a műveltség megszerzése, az egészségesebb életmód elérése az egyik legfontosabb nemzeti kérdés. Ugyanígy a kórházak építése, a jóvízű kutak, fürdők és az apró gyermekekkel foglalkozó óvodák létesítése. Az ember szellemiségét, műveltségi szintjét legjobban meghatározó tényező, a közösség problémáinak megoldásra fordított törekvése. Kátai előtt feltárultak a magyar élet problémái és azok megoldásának kérdései. Világnézetének alappillére a természettudományos szemlélet, s tudását a társadalom érdekében igyekezett felhasználni egészen 1878-ban bekövetkezett haláláig. Gondolata ma is útmutatás számunkra, mely szerint nem lehet más célunk, mint nemesíteni, jobbítani az emberi életet. 1868-ban a Nagykun kerület ismét megválasztotta főorvosának, és április 16-án Karcagon elfoglalta hivatalát, amely közel 10 évig viselt. Ez idő alatt hivatali tendői kívül szünet nélkül dolgozott. Munkái közül kiemelendő például, mit kell tennünk a kolera szabályzat egészségügyi hatóságok, orvosok és a közösség használatára.